Sziasztok, egy kis update. Ugyanis ígértem nektek a MAC tesztelős smink videóban, hogy ezt a palettát, amit láttok egyébként a szememen, a cseresznyevirágos saját kis összeállítású kettes palettámat, megígértem, hogy meg fogom csinálni úgy is, hogy nem csak az egész szememet, szemhéjamat színezem be ezzel a... Hát, most így nem látjátok annyira egyértelműen, mert sokkal kevesebbet vittem föl belőle, de egy ilyen multifunkcionális, multikrom szín, ami az egész szememen rajta volt. Nem tudom, lehet, hogy ez egy különálló kis mini videó lesz, vagy még bele csippantom, bele spékelem az előzőbe, ezt még nem tudom, de ilyen lett, ugyanis ígértem, hogy meg fogom fordítani a sorrendet, ami azt jelenti, hogy az aranyat, ezt az ilyen rozi, sárgásabb, rezesebb aranyat viszem föl, ami egyébként majdnem hogy olyan, mint egy glitter, tehát borzasztóan nehéz vele úgy dolgozni, hogy ne potyorászon le. Én befújtam a Fix Plus sprayvel az kis ecsetet, és ilyen koncentráltan tapogattam föl, így nagyon jól működött, és látjátok, hogy satíroztam ezzel az ilyen csoda színnel, ami egyben lila, egyben zöldes, egyben keki, egyben türkíz, csillámos, egy fantasztikus, gyönyörű színárnyalat. Őszintén megmondom, hogy nem is gondoltam, amikor megrendeltem, hogy ez ilyen, hogy ennyiféle színjátszás van benne, és ennyiféle játéka van a fényben. Szerintem egészen gyönyörű. Látjátok, így is, hogy mutatom nektek, így úgy néz ki, mintha kicsit ilyen bronzosbarna lenne, becsukom a szememet, már zöldesbe, lilásba hajlik, úgyhogy minden, ami az arcomon van, nagyjából megegyezik az előző tesztvideóban látottakkal, annyi különbséggel, hogy ma egyáltalán nem raktam alapozót, úgyhogy én ma csak az Erboriannak tettem föl a CC krémét, illetve a CC szem alatti krémét, úgyhogy az arckrém és a szemkrém is Erborian, föltettem egy farmasi primert, nagyon szeretem, és ma a Nye Oleári palettámmal sminkeltem az arcomat, én nekem ez borzasztóan tetszik, nagyon üde, nagyon kis elegáns, és a MAC-nek a Please Me rózsa van rajtam, és a MAC új Stack nevű szemspirál, különben nagyon szép, annyira hatalmas pillákat csinál, képzeljétek el, hogy én ezt ma csak egyetlen egy rétegben tettem föl, úgyhogy ennyi ez a kis bejelentkezés, mondom, még nem tudom, hogy ezt hogy fogom feltölteni, majd még meglátom, de minden esetre nagyon-nagyon tetszik megint, amit látok, szerintem jól sikerült, úgyhogy majd vasárnap van, mindenkinek szép vasárnapot, vigyázzatok magatokra, akármelyik napon látjátok ezt a hét folyamán, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! Hopp! Nem akartam megszólalni egyébként. Olyan huppanok vannak. Na, szóval ezt most azért veszem föl, ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat az én életemben, ugyanis az anyukámnál vagyunk, mert most pótoljuk a múlt heti. Anyukám bele akart trollkodni egyébként. Hiszi, hogy... Igen. Na most mondjad. Na most mondd. Szóval most spótoljuk be a múlt heti anyák napját, mert betegség miatt elhalasztódott. This is beginning beautiful friendship. Na hadd fejezzem már be, hogy miért is akartam bejelentkezni azért. Mert életemben én szerintem nem is tudom, hányszor fordult elő. Én szerintem egyszer se, hogy anyukám megkérdezte, hogy miben vagyok isminkelve, és mi az a szemfesték a szememen, mert nagyon szép ez az arany. Hát én őszintén megmondom, hogy olyan 15-16 éves korom óta
sminkelem a szememet, de ilyen még soha nem fordult elő, úgyhogy tényleg azt kell mondjam, hogy ha már ő megdicséri ezt a szín összeállítást, meg ezt a sminket, akkor ez tényleg tudhat valamit. Csak ennyit akartam. Na hát, valószínűleg eljött az a pillanat, amikor anyukám személyesen fogja elmondani, hogy mennyire hogy mennyire tetszik neki ez a paletta. Kéred kölcsön, anya, áthozzam neked? Annyira nem. Na jó, de feltűnt, hogy ez most egy kicsit más, nem? Ez feltűnt, és ezt most közkívánatra mondom. De ettől függetlenül tényleg észrevettem, hogy nagyon jól néz ki, mert azért életkoromtól eltérően még van szemem az ilyesmi. Nem, hát azért szép érzéked van, és hát azért azt már hányszor elmondtam, hogy azért sminkelésem az onnan datálódik, hogy állandóan kiskoromban láttam, hogy te pingálod magadat. Én még most is pingálom magamat, csak nem ilyen erősen. Jó. Na jól van. Szóval ezt is megtudhattuk, hogy én erősen sminkelek. Ez egy nagyon informatív videó, szerintem. És itt a Sziasztok! Pápa!